Az építésről szóló törvény 3 évvel ezelőtt született. Az idő előre haladtával bizonyos változtatásokra van szükség, mert a gyakorlatban megjelentek olyan dolgok, amelyeket nem elég pontosan magyaráz a törvény. Az építési engedélyek kibocsátásának gyorsasága viszont nagy előrelépést jelent. Sjajna je stvar, što je Srbija na 10. mestu po brzini izdavanja elektronskih dozvola od 189 zemalja u svetu. Zaista sjajan uspeh. Ali mi nemamo onaj početni korak. Njega želimo da ubrzamo. Vi dozvolu ne možete dobiti ako nemate plan na osnovu koga ćete izvući te osnovne elemente, urbanističke parametre i ostalo. Dakle, to je osnovni cilj. A 2014. decemberében meghozott jogszabállyal olyan forradalmi újításokat vezettek be, amely lehetőséget adott az építésügyi engedélyek és egyéb dokumentumok elektronikus úton történő kiadására. A 3 év alatt bizonyos problémák jelentkeztek, és úgy gondoltuk, hogy ideje módosítani a törvényt. A legfontosabb módosítások azok a városrendezési területen következnek be, azzal a céllal egyrészt, hogy ezt a szakágat is elektronikus úton tudjuk rendezni, illetve azok, akik készítik majd ezeket a terveket, ezeket elektronikus úton kell, hogy elkészítsék. Ezeknek a módosításoknak köszönhetően az ügyintézés sokkal gyorsabbá válik majd. A törvény további egyik alapvető célja pedig az, hogy az építészeket és a beruházókat tehermentesítsék.